tudod vinni? Persze. Még egyet? Aha, jöhet. Még egy. Hosszú ideig tartott kipakolni az ajándékcsomagokat, amiket a szekszárdi törvényszék elnökének kezdeményezésére a Tolna megyében működő bíróságok bírái és alkalmazottai gyűjtöttek a Hőgyészi gyermekotthon lakóinak. Mivel lány otthonról volt szó, ezért leginkább dekorkozmetikumokat, édességeket és gyermekkönyveket, mesekönyveket, játékokat készítettünk a dobozokba. A Hőgyészi otthonban most 32 fiatal lány lakik, ők mindannyian nehéz körülmények között élő családokból származnak. Az ajándék cipős dobozok közül sok viszont fiúknak készült, és sokkal több, mint ahány fiatal hőgyészen lakik, ezért a felajánlásokból jut majd a Faddi, a Tamási, a Kapospulai és az Iregszemcsei otthonokban élő gyerekeknek is. 120-140 ilyen díszesen csomagolt ajándékdoboz készült el. Nagyon örülünk neki, nagyon büszkék vagyunk a dolgozóinkra, és remélem, hogy örömet tudunk szerezni karácsony alkalmával az otthon lakóinak. A Hőgyészi gyermekotthon és a szekszárdi törvényszék között régóta jó a kapcsolat. A törvényszék bírói ugyanis rendszeresen segítik például a jogaikról szóló előadásokkal az itt lakó gyerekeket. Ennek is köszönhető, hogy a fiatalok között van, aki kifejezetten ennek köszönhetően kezdett jogi képzésre járni. Ebből is adódik, hogy az egyik fiatal felnőttünk jelenleg jogi asszisztens képzésen Pécsen tanul, és ő kiskorától bíró akart lenni, úgyhogy mindig figyelmeztetjük el, hogy ezt ne felejts el. A Hőgyészi gyermekotthon lakói szerdán kapják meg a bírósági alkalmazottaktól kapott karácsonyi ajándékjaikat.